Megkezdődött a hagyó per másodfokú tárgyalása a szegedi ítélőtáblán. Az egykori szocialista főpolgármester helyettest első fokon hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt 2 év felfüggesztett börtönre ítélték. A döntés ellen az ügyész és a védő is fellebezett. Budai Gyulát, a Fidesz országgyűlési képviselőjét köszöntöm a stúdióban. Jó estét, jó estét kívánok! Kezdjük akkor a hagyó perrel. A baloldali portálokon meglehetősen félreérthetően interpretálták ugye másodfokú eljárásban mondott indító ügyészi perbeszédet. Néhány címet idézek. HVG.hu azt írja, hogy hagyóítéletének sztornózását kérte az ügyész. Aztán volt egy olyan cím, hogy még mindig keresi az ügyészség Hagyó Miklós nokiás dobozát. Szóval pontosan mit és miért indítványozott a hagyóperben az ügyészség? Amennyire nekem vannak ismereteim, és ugye én is jelen pillanatban a különböző médiumokban megjelent híreket tudok támaszkodni, az ügyészség pontosan azt indítványozta, hogy Hagyó Miklós vonatkozásában megalapozatlanságra hivatkozva, ami azt jelenti, hogy az elsőfokú bíróság nem derítette föl teljesen a tényállást, vagy nem azt a tényállást derítette föl, mint ami az ügyész indítványban volt, ezért új eljárás kezdeményezett. Ez azt jelenti, hogy a másodfokú bíróságnak ebben az ügyész indítványban kell majd dönteni. Illetőleg volt egy másik része az ügyész indítványnak, az pedig a kiszabott büntetés mértékének a súlyosítására irányult, ugyanis ugye Hagyó Miklós a Kecskeméti törvényszék ítélete alapján 2 év börtönt kapott, amelynek a végrehajtását 4 évre felfüggesztették, és az ügyészség úgy gondolta, hogy a cselekmény tárgyi súlya és egyéb körülményekre való tekintettel ez egy enyhe büntetés. Ugye Hagyó Miklóssal szemben az eredeti vád bűnszervezetben elkövetett hivatali visszaélés és hűtlen kezelés büntette. Ugye az ügyészi vád alapján a Hagyó Miklós által irányított bűnszervezet kb. 1 milliárd forint kárt okozott 2008. augusztusáig a BKV ZRT-nek. Tehát én szerintem itt az újságírók egy része elsiklott a valós tények fölött. És ugye nem mindegy már, hogy az ügyész ugye az indítványában az alapvető tényként, tehát ugye bűncselekmény elkövetésének körülményeként ugye arról beszél, hogy egyénileg, egyéni érdekek mentén egymástól függetlenül követték el ezeket a visszaéléseket, vagy hogyha valóban bűnszervezetben történt, ez valószínűsíthető, hogy ítetett, vagy bizonyítható egyáltalán? Mit lehet tudni a BKV ZRT-nél folytatott tevékenységéről, ugye, mondjuk? Ez az egész ügy nagyon nehezen képzelhető el ilyen elvonatkoztatásokra hivatkozással, ugyanis ugye Hagyó Miklós volt az adott időszakban, amikor a BKV-nél ezek a visszaélések történtek, az a szocialista főpolgármester, aki lényegében felelt a BKV ügyeiért. És nem ez az egyetlen ügy, ugye itt korábban beszélgettünk az Alstom ügyről is, ahol egyértelmű volt, hogy kézi vezérléssel működött a BKV ZRT, vagyis született egy politikai döntés miniszterelnöki szinten, főpolgármesteri szinten, és azt a BKV ZRT-nek végre kellett hajtani. Tehát itt nem arról van szó, hogy magányos elkövetők vannak, mint ahogy itt sokan gondolják, hanem egy összehangolt, előre megkomponált kotta alapján történt az egész, és ugye az ügyészség ezért emelt vádat a Hagyó Miklós és 14 társ ellen bűnszervezetben elkövetett hűtlenkezelés és hivatali visszaélés miatt, mert valóban a rendelkezésre álló bizonyíték alapján az ügyészség abba a helyzetbe volt, hogy úgy látta, vagy úgy látta bizonyítottnak, hogy itt bűnszervezetben előre eltervezetten, egymás tevékenységéről tudva, jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el ezeket a bűncselekményeket. Ugye hosszú ideje húzódik a per, és most, hogyha valóban a másodfok megállapítja, hogy indokolt az ügyészi felvetés, akkor megint visszakerül első fokra, és előről elindul a bizonyítási eljárás. Mikorra várható ítélet? Igen, valóban közel 7 éve folyik az eljárás. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy miután 2010. május 3-án Hagyó Miklósnak a mentelmi joga megszűnt, őt az ügyészség őrizetbe vette és előzetes letartóztatásba helyezte. A nyomozás már korábban is folyt egyébként ebben az ügyben, de azt gondolom, hogy azért 7 év elegendő kellett volna, hogy legyen ebben az ügyben, hogy jogerős döntés szülessen, illetve
a 7 év elegendő kellett volna, hogy legyen, hogy a bíróságok olyan helyzetbe kerüljenek, hogy azokat a bizonyítékokat, amit az ügyészség becsatolt, megfelelő módon értékeljék, és ebből megfelelő következtetést levonva első és másodfokú ítéletet hozzanak. Itt múltkor beszélgettünk egyébként más ügyek kapcsán is, tehát én azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben azért van egy nagyfokú időhúzás, van egy nagyfokú szakmaiatlanság, és azt is gondolom, hogy azért a politika a háttérben megtalálható. Tehát szándékos lehet ez, hogy nem születik ítéleti a hosszú ideig? Igen, hát ugye ne felejtsük el, hogy a büntető eljárás során, hogy a büntetési körülményeknél az időmúláson az nyomatékosan enyhítő körülmény, tehát ha minél hosszabb idő telik el a cselekmény elkövetésétől az elbírálásáig, azt a vádlott javára a bíróság enyhítő körülményt értékeli. Ugye itt már eltelt 7 év. Brókerbotrány kulcsárügy 15 év után most szabadult. Volt 4 évet előzetesbe. Tehát nevetséges, amit egy ilyen tárgyisúlyú bűncselekményért a brókerbotrány elsőrendű vádlottja letöltött. Akár el is évülhet? Nem, elévülni nem évül el, mert ugye az elévülést az eljárási cselekmények újraindulása megszakítja, tehát nem évül el ez a cselekmény. Én azt gondolom, hogy azért ez a cselekmény csak egy láncszem abban a korrupciós rendszerben, amit a szocialisták működtettek 2002 és 2010 között, vagy én úgy fogalmaztam, hogy a jéghegy csúcsa, mert azért ezt követően azért voltak nagyon jelentős ügyek, akár Simon Gábor, ugye MSZP alelnöknek a ausztriai titkos bankszámlái, az Alstom ügy, amiről már nagyon sokat beszéltem, vagy itt van a legújabb korrupciós ügyük, a Ceglédi Csabához köthető nagyon jelentős bűncselekmény. Tehát én azt láttam, hogy a korrupció a szocialista kormányzást minden szinten átjárta. A Simon ügye mi a helyzet? Az utóbbi időszakban szinte semmit nem lehet róla hallani. Simon ugye az megy a maga útján, ugye van benne egy bírósági döntés, aztán várjuk, hogy legyen benne valami folytatás. Én azt gondolom, hogy azért ott is, szóval nem akarom én politikusként a bíróságot kritizálni, de azért szakmai szempontból nem állt a helyzet magaslatán a bíróság. Világos, ugye önt a központi nyomozó főügyészség a 4-es metró beruházással kapcsolatban meghallgatta, azért mert 2011-ben ugye elszámoltatási kormánybiztossal behatóan foglalkozott ezzel az ügyel, az Alstom szerelvényekre utalt. Igaz lehet az az állítás, miszerint a műszaki paramétereket eleve úgy határozták meg a metrokocsik beszerzésénél, hogy csak az Alstom lehessen a befutó? Igen, így szerintem mindennel összefügg. Milyen érdekes, hogy az egész BKV sztori, vagy a 4-es metró beszerzésével, vagy pályáztatásával kapcsolatos dolgok 2006, illetve 2010 között kerülnek a nyilvánosságra. Ugye ekkor Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, és én nem nagyon tudom elképzelni, hogy a legfontosabb politikai döntést ne hozza meg ebben az ügyben. És valóban a műszaki paramétereket az Alstom esetében úgy határozták meg, hogy az állva maradt két pályázó, a Bombardier és az Alstom közül az Alstom legyen a befutó, ami egyébként teljesen egyértelműen bizonyítja, hogy ott is nagyon jelentős korrupciós pénzek mozogtak, és ezt nem én állítom, tehát ezt nem Budai Gyula mondja, hanem az a brit nyomozó ügyészség, aki 2013-ban azt jelezte Magyarország felé, hogy közel 2,3 millió euró kenőpénz érkezett baloldali politikushoz az Alstom ügyben. Világos, ugye legutóbb is hangsúlyozta a politikai vezetők felelősségét, és utalta arra, hogy bár sokakat beidéztek, egyedül ugye Megyesi Péter ment el a beidézettek közül. Az a Megyesi Péter, akihez köthető cég a szerződés aláírás után nem sokkal tanácsadás címén jelentős 180 millió forintnak megfelelő eurót kapott az Alstomtól. Ön mire következtet ebből a tényből? Tehát attól, hogy az Alstom visszautalt Megyesi cégének ekkor összeget, illetve hogy egyedül Megyesi Péter jelent meg a meghallgatáson? Hát én azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelműen azt a tézist igazolja, amit én itt korábban elmondtam, hogy a Megyesi, Gyurcsány és Bajnai kormányok teljes mértékben érintettek ebben az ügyben, és nyakik benne vannak, akár a metróberuházásban, akár a BKV botrányban. Tehát ezek nem véletlenszerű dolgok. És az, hogy miért csak Megyesi Péter ment el, ugye ő azért ment el, mert a felesége tanácsadó cége megkapta 180 millió forintot, nehéz lett volna letagadni, és azok, akik valóban ennek az egésznek a kulcsszereplője, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Demszki Gábor,
ugye Hagyó Miklós sem jelent meg az Alstom ügyet vizsgáló gazdasági, parlamenti gazdasági bizottság ülésén. Ezek azért nem mennek el, mert azokra a kellemetlen kérdésekre, amik ott fölmerülnek, vagy azokkal a tényekkel, amik már tények, nagyon nehéz vitatkozni, és akkor valójában kiderülne, hogy mi is történt itt a 4-es metró beruházásánál, mi történt a BKV Zrt-nél. Budai Gyula, köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.